Paláver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Paláver. Hangra fel. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kezdődik a Paláver. Én Dezse Balázs vagyok, 061-799-2999 a telefonszámunk, és 0677-1953 az SMS számunk. És akkor gyorsan elmondom, hogy miről beszélgetünk ma. Hát én arra gondoltam alapvetően, hogy egy ilyen könnyed vasárnapi beszélgetés lesz a mai, tehát nagyon úgy tűnik, hogy máshogy alakulnak a dolgok, és komoly dolgokról kell beszélnünk. Ugyanis Irán támadást indított Izrael ellen, Orbán Viktor pedig összehívta a Védelmi Tanácsot, de egyébként nem csak a magyar miniszterelnök, hanem Washingtonban is összeült a háborús kabinet, és tulajdonképpen mindenki megszólalt ez ügyben természetesen. Aki csak megszólalhatott, Donald Trump egyébként azt mondta, hogy ha ő lenne az Egyesült Államok elnöke, akkor ez nem történt volna meg, hasonlóan egyébként, ahogy a ukrán-orosz háború kapcsán is nyilatkozott. Egyesek úgy tartják, hogyha az amerikai politikát nézzük, hogy ez Joe Bidennek fog kedvezni a közelgő választáson. Ezzel kapcsolatban megosztanak a vélemények, és ugye mindenki találgat, az a legfontosabb itt, hogy mi lesz most. Ugye Irán szerint ez egy válaszlépés volt arra, hogy ugye tulajdonképpen megtámadta állítólag, ugye Irán szerint Izraelnek tulajdonítják a damaszkuszi konzulátusuk elleni támadást, ott 12 ember vesztette életét, és Irán azt is mondja, hogy ez egy teljesen arányos reakció erre az esetre. Izrael természetesen mást gondol erről, az Egyesült Államok egyébként nagyon sokat segített Izraelnek visszaverni ezt a drón és rakéta támadást, ami történt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nagyon megvan az esélye annak, hogy még egy fronton háború nyílik a világban, és kíváncsi vagyok az önök véleményére, én most itt nem kezdenék ebbe bele, inkább önöket szeretném erről meghallgatni, hogy vajon önök szerint mi lesz ennek a vége. Mert nem úgy tűnik, hogy a éppen meglévő konfliktusokban megállapodás születne, és a felek tárgyalóasztalhoz ülnének, hanem újabb és újabb konfliktusok kezdődnek sajnálatos módon. Aztán pedig gondoltam, beszéljünk egy kicsit Karácsony Gergelyről. Ezt még akkor gondoltam, amikor egy könnyed vasárnapi beszélgetésre készültem, ugyanis Karácsony Gergely egy koncertről posztolt, biztosan látták, aki követi a főpolgármester úr munkásságát idézőjelben, a Facebookon, azok biztosan látták, hogy az MVM domba volt Karácsony Gergely egy koncerten, ahol nyilvánvalóan nagyon jól érezte magát, amivel alapvetően nem is lenne semmi probléma, hogyha semmi más ügy nem lenne, amiben nyilatkoznia kellene, amiről egyébként Facebook posztokat kellene kiraknia. Értem ez alatt például a hitpénz botrányt, hogy ugyan Karácsony Gergely egy karácsonyos pólóban elment az MVM domba, egyébként egy olyan stadionba, amit ugye tudjuk, hogy ő nem szeretett volna, hogyha megépülne, ugye ők voltak azok, akik az ellenzéki barátaival, kollégáival együtt, akik stadion stoppot hirdettek, és ezt pénzkidobásnak tartják. Azóta nyilván Karácsony Gergely mindenféle eseményen megjelenik, amit stadionokban tartanak, tehát ezt már megszoktuk, ez csak egy zárójeles dolog. Viszont ugye az elmúlt 24 órában többször, valami 4-5-ször is posztolt Karácsony Gergely a Facebookra, de egyikben sem találtam meg, se én, se mások, próbáltam utána olvasni, hogy más látta-e benne az elrejtett üzeneteket, de nem volt szó egyáltalán azokról a botrányokról, amik mostanában felmerültek a Lánchíd kapcsán például, de azért lenne itt még bőven. Aztán pedig Budapesten volt egy rendezvény, az új összellenzéki összefogást tartotta, ez a DK-MSZP párbeszéd zöldeket takarja, akik elindították a kampányt, és hát ugye mindenki, aki számít, felszólalt ezen a rendezvényen, és hát elmondták, hogy le akarják váltani Orbán Viktor, de egyébként Magyar Péterről is szó volt. Én úton voltam ide, úgyhogy csak részben tudtam követni az eseményeket, de azért néhány fontos gondolatot kiírtam, például ha már itt Karácsony Gergelyről beszéltünk, akkor ő például azt mondta, hogy azt csináljuk, amit mondunk, és azt mondjuk, amit gondolunk. Hát lehet, hogy ez éppen ez a probléma. Dobrev Klára például azt mondta, hogy nem kiegyezni, hanem megküzdeni akarunk, illetve azt is mondta, hogy a 2022-ben az önfeladás miatt buktunk. Ugye Dobrev Kláráról nehéz szó, egyébként tudjuk, hogy ő ezt az egész önkormányzati EP választást, ezt
valahogy úgy próbálja meg beállítani a szimpatizánsaik szavazóik irányába, hogy itt Orbán Viktort fogják most megbuktatni, ami egészen érdekes, én nem láttam, hogy a miniszterelnök indulna mondjuk Budapest főpolgármesteri székéért, vagy mondjuk Európa parlamenti képviselői pozícióért. Molnár Csaba is beszélt egyébként, Tüttő Kata is beszélt, majd szép lassan végig fogunk menni ezeken, hogy ki mit mondott, meg miért mondhatott, viszont hát az időnk az már is vészesen fogy, úgyhogy én nem is rabolnám az önök idejét, úgyhogy Lászlóval kezdjük a mai beszélgetést. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kedves Balázs! Szeretettel köszöntök mindenkit! Nos, egy-két idézettel hagyj kezdjem, és ez, amit felsorolt ön, ez mind vág valahova. Azt mondja, hogy volt olyan, hogy Ferge Zsuzsa, egy egyetemi docens, ugye, azt nyilatkozta egyszer, hogy a rendszerváltás után elsőként foglalkozott azzal, hogy mi a fontos az embereknek. Vizsgálatából kiderült, sokkal többre értékelik a biztonságot, kedves, háború párti, aljas emberek, gyilkosok. Figyelték ezt? Nem akárkitől van ez az idézet. Tehát kiderült, sokkal többre értékelik a biztonságot, mint a szabadságot. Akkor egy másik feloszlatta magát például a Sopronba az MSZP. Azt mondja, a feloszlott szervezet közleményébe keményen bírálta a párt vezetését, amelynek döntéseit szinte a saját egzisztenciális pánikreakciói határozzák meg. Kizárólag az lebeg a szemük előtt, most figyeljenek megint, hogy a következő ciklusban is megélhessenek valahogy politikából. Ezért bárkin és bármin átlépnek, ezt írták MSZP-sek. No, akkor nézzük a háborúkat. És tegye fel a kezét, aki ezen meglepődött. Kedves Balázs, ők mindenem meglepődnek, és mindig úgy helyezkedjenek, hogy mások eredményével ékeskedjenek. Ez mind-mind igaz, és ez is benne van a pakliba, mert ők azon kívül, hogy mások eredményén ékeskednek, más nem csinálnak. És fenyegetőznek gyilkos módszerekkel, például ide rendelik az antifákat, sorolhatnám tovább. Nos, akkor előbb a izraeli háború gyorsan. No, nem most kell ez gyorsan, egyértelmű. Ez fontos téma. Igen. Én azt hiszem, hogy egyértelmű lehet az, hogy Izrael miért bombázzák, és mi mindennel, szavakkal és fegyverekkel. Nos, a helyzet a következő. Nem nyugszanak addig egyes országok és egyes emberek, amíg ott a Közel-Keleten is ki nem robbantanak egy háborút, egy nagyon komolyabb háborút. Hisz a fegyvergyárosok, a globalista dollármilliárdosoknak, Balázs, hát ez az érdekük, értse már meg. Hát a Hamasznak milyen fegyverei voltak? Nem Magyarország csinálta azokat a fegyvereket, és nem Oroszország csinálta. Ez az egyik. A másik, jogos Izrael védekezése. Akárki akármit mond, mert Amerika óvaintette, hogy ne torolja meg Izrael megint valamivel, Teheránt és a többieket. No most, ez Oroszországra és Ukrajnára, Európára, miért nem érvényes? Miért? Azért, mert azok az emberek, akik hátulról, de most már szint is vallanak, olyan, mint Macron, egyértelmű, hogy pusztulásba akarják vinni Európát. Miért? Mert a demokratáknak, amerikai demokratáknak ki kell hangsúlyozni, és a liberálisoknak óriási szüksége van Európára, de olyan emberek kellenek nekik, akik a ülőgumóikon fognak esetleg, mint ahogy csinálták annak idején Szovjetunióba, élősködni, és ezt akarják ezek az emberek. Ez borzasztó jó partner, Ursula von der Leyen, Macron, Tusk,
soroljam tovább, Zelenszkij, hisz Zelenszkij azt csinál, amit mondanak neki. Hát már Ukrajna nem az ukránoké, a szerencsétlenek ezt tudják egyáltalán. Úgy látszik, nem tudják. Ezek az emberek, akik szintén a migrációt hozzák előtérbe, és mindennél fontosabb az, hogy esetleg ők arra számoljanak, hogy sokkal olcsóbban fog termelni esetleg a migráns, sokkal kisebb igénye lesz neki. Nem igaz. Ez óriási tévedés. És így gyűjtik majd be a szavazatokat. Én azt mondom, hogy akik ezekre az emberekre szavaznak az Európa Unióba, ahol nem soká szavazás lesz, azok az emberek is ezeknek az embereknek a partnerei, és ugyanúgy élősködni akarnak, és ugyanúgy lopni, zsarolni akarnak, nem mások. Ők akarnak unió, azt mondja, hogy hát ott van az igazi demokrácia. Nem, ott most már diktatúra van. Szigorú diktatúra, csak azok érvényesülhetnek, akik, magyarul kimondom, akik a ülő gumóikon ülnek és fészkelődnek, nem mások. Hát ugye pénteken volt témánk az, hogy, hogy ugye most sikerült megfenyegetni azokat a tagállamokat, akik igen, esetlegesen majd ugye elleneznék az új migrációval kapcsolatos remek brüsszeli döntést. Igen. No most képzelj el, most a televízió híradójába, Olaszországba, egy tengerparti városba, már a polgármester csak testőrökkel mer kimenni. Miért? Mert a muszlim törvények alapján akarnak élni a bevándorlók. Tessék, ezt akarják a magyar honfitársaim is. Azt akarják, hogy dübörögjenek a fegyverek. Akik ezt nem értik meg, a televízió, a média, tűzze már egyszerűen műsorra valahogy háborúról képeket, hogy halnak meg szegény gyerekek, hogy hát, cipelik őket. Igen, ezeket egyébként nagyon sajnos, nagyon sok ilyen videó kering a közösségi médiában, nyilván ezek alapvetően nem tévére valók, és egészen elképesztő látni őket. Úgyhogy a közösségi médiában. László, le kell lassan zárnunk a beszélgetést. Köszönjük szépen. További szép napot kívánunk. Minden jót. Viszont. Minden jót. Hál' Istennek elindultak az SMS-eink is, egy gyorsat olvasok, Éva például azt írja nekünk, hogy Karácsony fel sem fogja, hogy baj van, együgyűen mosolyog, és nem fogja fel tetteinek következményeit, írja nekünk Éva. Na de ez volt a mai bemelegítés, most elmegyünk egy rövid szünetre, hamarosan jövünk vissza, és innen folytatjuk. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. És már itt is vagyunk, folytatjuk a palávert. 061799-2999 a telefonszámunk, és 0677953 pedig az SMS számunk. És akkor nagyon gyorsan elmondom újra a mai témáinkat. Irán támadást indított Izrael ellen, Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot, illetve ezen kívül Washingtonban is összeült a háborús kabinet. Ugye Irán szerint ez egy válaszlépés volt arra, hogy szerintük Izrael megtámadta Irán damaszkuszi konzulátusát, ahol 12 ember vesztette életét, és Irán azt is kijelentette, hogy ez egy teljesen arányos reakció volt erre az esetre. Ugye amerikai Egyesült Államok segített Izraelnek visszaverni ezt a támadást, Joe Biden is megszólalt ez ügyben, illetve Donald Trump azt mondta, hogy ha ő lenne az elnök, akkor ez meg sem történt volna. De itt persze most a nagy kérdés az, hogy eszkalálódni fog-e ez a konfliktus, illetve ez a konfliktus is, és hogy ahelyett, hogy a éppen háborúban álló felek tárgyalóasztalhoz ülnének, lesz-e még egy újabb, nagyobb konfliktus, amitől a világnak tartania kell. Aztán pedig Karácsony Gergely, hát úgy tűnik, hogy koncertekről posztolgat fotókat, amivel önmagában még nem is lenne probléma a botrányokról, viszont például egyébként a hitpénz botrányról hát nem posztolgat a főpolgármester, holott az elmúlt 24 órában legalább 5 posztja volt már a Facebookon. Például ez, amiről most is beszélünk, ugye az MVM Domba járt Karácsony Gergely koncerten, reméljük, hogy nagyon jól érez magát, jól szórakozott, karácsonyos pólóban volt egyébként, ha esetleg valaki nem ismerné fel, hogy ő kicsoda, de még tulajdonképpen ezzel sem lenne probléma,
Azzal már ugye, mint említettem, van probléma, hogy arról nem beszél, amiről kellene, illetve az is hát megmosolyogható, hogy az MVM domba volt, ugye Karácsony Gergely volt az, aki a legjobban ellenezte a stadion építéseket, és hogy erre nincsen szükség, mert ez pénzkidobás, tehát úgy tűnik, hogy az összes stadionban megjelenik valamilyen rendezvényen a főpolgármester, aki úgy tűnik már megváltoztatta a véleményét ezekkel az épületekkel kapcsolatban. Aztán elindult az ellenzéki kampány, Budapesten tartott rendezvényt az új ellenzéki összefogásodéka, az MSZP és a Párbeszéd Zöldek, ahol mindenki is elmondta, hogy hogyan szeretnék leváltani Orbán Viktort, és mi is a feladat. Dobrev Klára például közölt, hogy 2022-ben az önfeladás miatt buktak, és azt is mondta, hogy mi nem kiegyezni, hanem megküzdeni akarunk. Ha már itt szóba került Karácsony Gergely, akkor ő is elmondta a magáig, azt mondta, hogy azt csináljuk, amit mondunk, és azt mondjuk, amit gondolunk. Hát szerintem a budapesti embereknek pont ezzel van a problémája. Na, de erről fogunk beszélgetni részletesen. Tamás a következő telefonálunk. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Balázs. Horváth Tamás vagyok, Tízesfűről. Örülök, hogy sikerült megint bejutni, önnel kicsit beszélgetni. Hát az a bajom nekem leginkább, megmondom őszintén, hogy ilyenkor nehéz helyzetben vagyok, mert aki előttem lévő volt, az nagyon sok mindent elmondott olyat, amit én szerettem volna elmondani, tehát nem akarom megismételni, hanem inkább talán hozzáteszek egy kicsit, amit így gondoltam. Hát most hát nyilván az első kérdés, ez egy most nekem ez egy tragédiát jelent, tényleg tulajdonképpen, ami itt most történik, ez egy másik nyílt háború lesz szerintem. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, de én úgy érzem, hogy ez nem akármi lesz. Nem akármi lesz, és ez... Azt gondolja? Igen. Mire számít? Tudja miért? Azért, mert itt megint mi is történt azonnal, mikor megtörténtek el a dolgok, hát nyilvánvaló, Amerika megint csak beavatkozott olyan formába, hogy egyből beáll a háborúba ő, megint csak. Tehát tulajdonképpen ez egy rettenet, komolyan mondom, hogy ahol egy kis háború, vagy egy kis puskaporos szagot megérez Amerika, abba a pillanatban ők ott vannak. Hát most nézze meg, Balázs, a leges, tehát visszatérve az ukrajnai történetre, hogy is kezdődött a háború? Nagyon egyszerűleg tűnik. Az történt, hogy két nem NATO tag összeveszik egymással, ugye az történt, igen. Ugye? És mi történt? Azonnal, de szinte percnyi pontossággal Amerika belépett, hogy majd ő ottan majd ő, ugye segít, ugye? Idézőjelben segít majd, ugye? Hát segít, de milyen formában? Adja a fegyvert. Az összes nyugodot már rábeszélte, hogy adjátok a fegyvert neki, hagyj harcoljanak, hagyj halljanak meg nagyon sok fiatal ember, és utána ennek a következménye mi is lehet? Az, hogy szerencsétlen fiatal emberek egyszer csak elfogynak majd. Hát Tamás, bocsánat, hadd egészítsem ki, amit mondasz, pontosan így van, csak annyival hadd egészítsem ki, hogy azért az USA, hogyha most az ukrán konfliktusról beszélünk, akkor ebben nem most szállt bele, nem a puskaporszagot érezte itt meg, hanem 2014-ben szállt be ebbe a konfliktusba, amikor ugye annak idején, ezt már sokszor elmondtuk itt a Paláverbe, megemlékeztetjük rá az embereket, hogy azért 2014-ben, amikor Victoria Nuland ugye azt mondta, hogy 5 milliárd dollárjukba került a majdantéri balhé, hogy ne orosz, hanem nyugatbarát vezetőt ültessenek ugye Ukrajna helyére, vagy bocsánat, Ukrajna élére, akkor hát akkor kezdődött, vagy egy kardinális pillanata volt az ennek az amerikai beavatkozásnak. Igen, csak az a baj, folytatták, tehát 2022-ben is mi is történt, ott a februárjában? Ott is az történt, amit az előbb elmondtam, hogy tulajdonképpen a két nem NATO tag, hogy összeveszik egymásra, én csak arra akartam utalni. És persze, akkor ez világos, hogy nem. Azonnal beavatkoztak. Tehát tulajdonképpen, és így nyilvánvaló, hogy kiszélse, és most hol tartunk már azóta. Szóval ez egy borzasztó állapot. Most visszatérve Izraelre, hát itt most megint, én most megmondom őszintén, én borítékolnám most, hogy ez biztos, hogy folytatni fog, méghozzá nem is nagyon kicsit. Én remélem, hogy nem lesz igaza, és ennyi volt. Remél, hát az, ha meg utoljára remény tudja, úgy szokták mondani, de én nekem ez most nagyon fura, ez a hirtelen beavatkozás, és ilyen formában, és ez erősödni fog szerintem. Sajnos, legalábbis én ezt érzem. Ne legyen így, természetesen, én örülnék, hogyha nem így volna, mert nem hiányzik még egy második háború itt a környékünkön, ugye, nem hiányzik senkinek. Tehát tulajdonképpen, ja, és megint visszatolnak a 2022
februárban megtörtént ez a, ugye az a háború kezdete, állítólag ott volt, és ott is valahogy, én nem tudom, a médiák egy kicsit csúsztattak ám, de mindenfelé. Tehát tulajdonképpen nagyon oda kell figyelni, hogy most mit mond ez még, mit mond a másik. Tehát tulajdonképpen nagyon nehéz volt kibogozni, mert amit én kibogoztam akkoriban, az történt ott is, hogy tulajdonképpen amikor a ukránok részéről mondom, hogy ők megpróbáltak ugye hát megint beavatkozni, méghozzá a szakadár területeket támadták akkor meg 24-ben, és akkor ugye nem tudott más csinálni a szakadár területen lévő ember, lehetőség nem tudott mit csinálni, kért segítséget Putyintól. Azonnal két segítséget, hogy gyertek már, segítsenek már, mink is oroszok vagyunk, ilyen szövegek voltak leírtálva az időben, mink is oroszok vagyunk, és itt minket ők kivégeznek. És akkor ugye, akkor történt a balhé, hogy ugye, hát Putyin bevitt egy jó csapatot, azt hitte, hogy majd, ha bevisz egy csapatot, akkor majd, hát akkor leállnak a lövöldözéssel, meg egyebekkel. De hát nem álltak le sajnos, nem álltak le. És innentől kezdve most már, hogy most, hogy hol tartunk, hát annak a következményében benne vagyunk természetesen, látjuk, hogy mit történnek. Úgyhogy most is Ukrajnának már 25%-án már mostan lefoglalt az orosz. Tehát tulajdonképpen is az, hogy meddig fog menni, én szerintem még az is tovább fog menni, mert szerintem hát az, hogy Kijevet meg akarja fogni, azt nem látom igazán jó, mert ott az egy külön történet, de ahogy ezt hát én úgy értem, legalábbis én úgy gondolom, hogy Putyin ezt megcélozza majd, és az lesz, hamarosan az lesz a vége, hogy megpróbálja megszerezni, mert muszáj lesz neki, és az a baj a másik, hogy Putyin is kényszer helyzetben van állandóan. Tehát tulajdonképpen már most majdnem, hogy sajnálni kell, mert ha valahol lépnek egy akármit, tehát most fegyvezetbe, neki mindig lépni kell utána, nyilvánvaló. Megint adnak egy erősebb fegyvert, megint lépni kell. Tehát tulajdonképpen Putyint egy kicsit már kezdem sajnálni, hogy így mondjam, pedig hát agresszor emberről van szó, tehát agresszió. Nem kell sajnálni, igazából azt kell sajnálni, hogy ennek itt soha nem lesz vége. Hát így nem lesz vége, így van. De annak se lesz vége. Ja, és a másik, ami csodálatos, hát ez is benne van a paktiban, ugye. Hát már ott jelentkeznek azok a milliárdosok, meg egyebek, hogy akik a fegyvert küldték például, ugye rendszeresen az ukránoknak például, hogy harcoljatok, minden hagy menjen tönkre, stb. És akkor utána mi történik? Hát a fegyverszállítás után azt mondták, hogy hát majd utána, ha vége lesz, mert a háborúnak egyszer majd csak vége lesz, ők így mondták, akkor majd még mi besegítünk, megint idézően, besegítünk az építkezésekben. Igen. Tehát először fegyvert adunk, szétlövünk mindent, és utána ők nagy bölcsen, az amerikai társaság, ugye, ő azt mondja, hogy majd akkor mi meg majd segítünk majd, és akkor majd felépítjük Ukrajnát. Hát bár azért Ursula von der Leyen egyszer elmondta, hogy majd Európának kell újraépíteni Ukrajnát. Hát ebben, és akkor ebben halkanunk, hanem benne fogunk lenni, így van. Tehát a saját zsebből fogunk, tehát a pénzünktől fogunk megszabadulni, az biztos. Hát ez egyértelmű, ezt akarják természetesen. Úgyhogy ez egy nagyon pocsék egy hozzáállás. Tényleg komolyan mondom, hogy először rombolunk, az utána meg én nagypofátlanul jelentkezek, hogy majd hát mi csak felépítjük azért, majd segítünk nektek, meg stb. Szóval egy borzasztó egy állapotok ezek. Ez a háborús történet, ez már tényleg abszurd. Hát itt az izraeleknél, hát ebben még nem látom tulajdonképpen igazándiból, de én csak azt látom, hogy ez egy nagyon komoly invázió lesz itten nagyon komoly dolgok fognak kiderülni még majd. Hát ne legyen, Balázs, ne legyen, mert nem hiányzik egyáltalán. Nem hiányzik már egyáltalán, nekünk már éppen, nekünk volt már háborunk, Magyarországon is volt, mi már tudjuk, hogy miről szól a történet. Ugye sajnos, hogy ötvárban még megkóstoltuk mi háború. Na most Amerika ebbe nagyon jó helyen áll, ilyen értelemben, mert ő még nem nagyon kóstolgatta a sajátjaiból. Tehát ő könnyen a foteljából küldögete fegyvert, meg akármit is, hát ő az egészen más történet. De én megint csak azt mondom, hogy ez se, tudja, van egy közmondás. Az a közmondás itten mifelénk, hogy addig elkorsa a kút, amíg egyszer el nem törik.
Hát ezt én őrájuk értem, nyilvánvaló, hogy egyszer ők is belelépnek majd egy olyan dologba, amit majd nem bírnak kikerülni, és ők is kényszer helyzetbe kerülnek majd, most mindegy kivel, de biztos, hogy lesz ilyen, és utána, hát akkor majd utána lehet gondolkodni, majd ha lesz rá ideje gondolkodni, ha lesz rá ideje. Hát azért kíváncsi lennék, hogy mik a nagy tervek Iránnal kapcsolatban, amúgy, mármint, hogy a Washingtonban mit gondolnak erről, meg egyáltalán, hogy az USA elbír. Azért nem olyan fényes a helyzet az amerikai gazdaságban sem, és ugye az ukrán konfliktus is nagyon sok pénzét felemészti, nem csak nekünk, ugye, hanem az Egyesült Államoknak is. Bizony. Én láttam jó pár olyan ilyen utcaemberét megkérdezünk típusú videót a YouTube-on, amikor erről a háborúról kérdezték az embereket, meg az amerikai megélhetésről, és egyébként Tucker Carlson is egyszer csinált egy olyan műsort, amiben így nagyságrendileg összehasonlította, hogy azok az összegek, amik mennek Amerikából Ukrajnába, azokból mit lehetne az USA-ban építeni? Ez egyébként jó pár hónappal ezelőtt volt, igen. És már akkor azt mondta a Tucker Carlson. Simmel. Hát csak így azért hozta ezt fel, hogy úgy az átlag ember, nyilván az amerikaiaknak szólt, hogy az átlag amerikai is megértse azt, hogyha valaki azt mondja, hogy 100 milliárd dollár, akkor hogy az egészen pontosan mit jelent, és azt mondta akkor a Tucker Carlson, hogy abból például az Egyesült Államok teljes úthálózatát rendbe lehetne hozni, és fel lehetne újítani, tehát én irgalmatlan pénzösszegek ezek, és már ezeket ugye már egyszer elküldte, és még, és hogyha most akarnak egy olyan frontot nyitni, nem tudom, hogy akarnak-e, vagy mi ezzel a terv, de hogyha most Iránban is ott akarnak lenni az amerikaiak, akkor hát nem tudom, hogy az anyagilag hogy fog működni nekik. Hát, na most, Balázs, ezt mi hozzá kell tenni. Tehát anyagi nagyon jó ötlet, amit mondod, most eszembe jutott ebből a dologba, hogy hát most éppen problémás a dollár például. Nagyon problémás, és azért problémás, mert egyre több dollárt nyomják ki, fele, nincsen aranyfedezet. Nincs fedezete, pontosan. Na most itt az érdekességenek az, hogy például Kínában most például aranyfelvásárlási váz tört ki. Szabályosan. Utána lehet nézni. Szabályosan. És nem csak ott, és ráadásul meg, már mostan a dollárban nem bíznak, főleg a kínaiak mondják, hogy a yuan kéne bevinni inkább már a dollár helyett például. Nem véletlen ez se. Ez se véletlen. Tehát tulajdonképpen ők már ott gondolkodnak, és azért hogy mondjam, a kínaiaknál azért, amit úgy átgondolnak, az általában sokszor át van látva. Hát meg Kína máshogy gondolkodik, mint a nyugat, tehát Kína nem feltétlenül csak a politikában, de úgy általában a kínaiak ugye birodalomba gondolkoznak, meg előre, évtizedekre, pontosan. Akár egy évszázadra is simán előre gondolkoznak, mert hogy van idejük, van népességük hozzá. Tamás, köszönjük szépen, hogy telefonált. További szép napot kívánok. Én is köszönöm szépen a segítségre, beszélgetésbe. Viszhallásra. Viszont hallásra. És jönnek az SMS-ek is, ugye valaki azt hozza fel, hogy Amerika a második világháborúba is beleavatkozott, illetve Éva írja nekünk, hogy Amerika nem bír magával, mindig a problémát generálja Európában. Igen, és ehhez hasonló SMS-ek tömkelegei érkeznek most az USA-val kapcsolatban, ezekből is fogunk olvasni. A tévénézőktől most egy rövid szünet erejéig elköszönünk, a rádióhallgatókkal addig is folytatjuk a beszélgetést. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel! Az imperialista pénzhatalmi erők hozzák ezt léte, ez a csoport tulajdonképpen, amíg ezáltal tud külön tőkéhez jutni. Ebből következően, a csalalat tudjuk, hogy ki hogy veri, mi vagyunk azzal kapcsolatban belevéve a sárba. Ezért aki, észszerűen gondolkodik, mondom én sem vagyok minden lépéséért oda a Fidesznek, de ha kettő közül kéne választani, biztos, hogy a Fideszt választanám, már csak azért is, amíg félig meddig jelenetsége is volnék, bár az nem vagyok, de azért, mert ki akar háborút? Aki a gyerekét oda akarja küldeni, küldje. Sőt, mondom azt, hogy lehet ülni a vonatra, és már lehet is menni, annyira nagy mellényű valaki. Csak éppenséggel az önfiamat ne küldjék el azért, mert ő veri magát és játssza az eszét. Tehát nem most itt az olaszra visszacsatlakozva. A bevándorlás. Valóban így van, ahogy az úr mondta, most nem tudom, az első úr mondta, talán, aki a legelején volt. Olaszországról most volt egy kép tulajdonképpen, hogy nem kép, egy felvétel videó, amin bemutatják, elmondja az önkormányzati képviselő, hogy egyszerűen már nem mer szinte kimenni az utcára, a muszlimoknak alá kell
feküdni a kívánságaiknak, amikor lakáslátogatáson voltak. A fürdőkát tele volt földdel pakolva, és virágot tartottak benne, nem virágot, hanem paradicsomot, meg krumpit, meg mit. Tehát egy olyan dolgot akarnak elérni ezzel is, velünk szemben eleve, miről van szó, lakosságcsere. Ez nem, ha Németországnak annyira kéne, vigye oda. De nem azt akarja, hanem hogy mi nálunk is behozza. És utána szavazatjogot kell adni, vagy rettenetesen pénzbe kerül, és ezáltal az regnáló kormány tönkre megy, és akkor megint be lehet nyomni egy bizonyos rasszolgagyűrűbe. Meg kell nézni, hogy mi történik nyugaton. András, viszont elég régóta beszélgetünk, és ahogy ezt kérte, megadtam önnek azt az időt, sőt, amit az előző úrnak. Annyit ez rövidet csak még, hogyha Izrael nem akar tovább háborút, akkor nem kell most visszavágni. Meg kell vágni, hogy még egyszer akar-e pattogni Irán, de szerintem nem valószínű. Pont olvastam ezzel kapcsolatban itt a szünetben egyébként egy hírt, hogy többen ezt fejtegetik, hogy vajon mi történik akkor, hogyha Izrael most nem lép. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. András, köszönjük szépen! Jó, minden jót, minden lépünk bele. Minden jót! És Szilviát köszöntöm, szervusz! Szerbusz és Kartos Harcos délutánt kívánok minden kedves hallgatónak. Nézzük egy picit más, hogy ezt az Irán támadását Izrael ellen, jó? Szeretek máshogy nézelődni, és azon gondolkodtam, hogy azért itt valami olyan információk jöttek, hogy azért ezt előrejelezték, sokan figyelték, hogy ki lesz lő ez a 300 drónféleség, készen álltak, úgy néz ki, hogy sokan beszálltak, hogy ezeket leszedjék, ezeket a kilőtt valamiket, és igazából egyetlen egy kislánynak lett nagyon súlyos sérülése, sajnos egy 7 éves kislánynak, és a 99%-át semlegesítették ennek az egész, hát én nem is tudom, mit mondunk erre? Ez nem háború, hanem ez a... Hát ugye mindenki máshogy hívja, ugye Irán válaszcsapásnak nevezi, dróntámadás. Nem tudjuk, hogy eszkalálódik-e, és háború lesz-e belőle. Én azon gondolkoztam, hogy ezek mind elterelik egy nagyon-nagyon fontos dologról a figyelmet, mégpedig a június 9-i választásokról. És én, mivel itt Amerika is mondta, hogy figyel, hogy jönnek ezek a drónok, és akkor ő is segít leszedni ezeket, én azon gondolkoztam, hogy esetleg nem áll neki érdekében, csak annyira szeretem az összeesküvés elméleteket, tudod, milyen vagyok, Balázs, és azon is gondolkodjunk el, hogy ilyenkor mi szokott történni az arab világban. Európa tele van arabbal, szoktak újongani, örülni ennek a dolognak. Esetleg, ha Izrael válaszcsapást mér, akkor zavargások lesznek Európában? Érted, hogy hogyan gondolkodom? Értem, hát láttuk, hogy mi történt az izraeli-palesztin összecsapás, illetve mészárlás után. Hát igen, és akkor ez kinek lesz jó, így június 9-e előtt ez az egész zavargás mondjuk Európában? Úgyhogy én ezen kezdtem el gondolkodni. Bocsáss meg, mire gondolsz? Fejts ki, légy szíves, mert ugye itt ennek több oldala is lehet. Tehát, hogyha mondjuk migrációs hátterű emberek zavarognak Európában, akkor, és mondjuk rombolnak, gyújtogatnak, stb. Láttunk már ilyet mondjuk Svédországban is többször, akkor az nem biztos, hogy azoknak a politikusoknak jó, akik mondjuk támogatják a migrációt. Ez csak egy teória. Igen, ezen is gondolkodtam, hogy de ez megtörténhet, de ha zavargások vannak, esetleg valami polgárháborúféleség történik. Akkor el lehet halasztani a választást? Nem tudom. Annyira gondolkodom, hogy vajon kinek jó egy olyan válaszcsapás Irán részéről Izrael felé, ami nem is történt meg valójában, mert ez olyan, mintha egy ilyen kis műbalhé lett volna, hiszen szinte az összes drónt leszették. Tehát, hogy miről szól, mi ez a játék? Olyan érzésem van, mint egy ilyen szaktáblán itt vannak a figuránk, és akkor így fölülről itt sakkoznak velünk, és fogalmunk sincs, hogy ez valójában miről szól. Tehát, hogy olyan elképesztő ez, de én örülnék, ha ez fordítva sülne el, én ennek örülnék a legjobban, de egy biztos, hogy olyan nagyon sokat beszélünk ezekről a háborúkról, hogy szinte arról nem is beszélünk, hogy mi lesz az EU-s választásokon, hogy mi a tétje ennek.
Ez lehetséges, tehát nyilván figyelem elterelés bármi lehet tulajdonképpen, ami nagyot szól. Olvastam idefele jövet egy, hát sajnos nem tudtam végigolvasni, meg aztán ugye itt vagyok, úgyhogy most sem fogom tudni befejezni, de elkezdtem olvasni egy cikket, nem tudom melyik külföldi portálon volt, a Twitter dobta fel nekem, hogy hogyan járhat ezzel jól Joe Biden. Erről szólt, na, nagyon hosszasan taglalta. Nem tudtad végigolvasni. Nem tudtam végigolvasni a konklúzióját, de hogy többen, és egyébként láttam több helyen, csak az egyiket nyitottam meg, hogy pedzegetik, hogy akár ebből Biden és a Biden adminisztráció jól is kijöhet, mert felléphet védelmezőként akár, illetve honvédőként, tehát hogy nekik ebből lehet valami hosszabb távon a választásokig. De ugye, hogy egészen elképesztő, hogy mennyire... Igen, mennyire... értem, amit mondasz, mert mindig azt kell nézni, ugye, hogyha már profi összeesküvés elmélet gyártók vagyunk, hogy kinek az érdeke, igen. Igen, azt kéne nézni, hogy kinek az érdeke egy olyan valami, ami végül is nem történt meg. Mert valljuk be, hogy hát borzalmas, hogy ez az egy kislány ilyen súlyos sérülés, meg 30 könnyebb sérülés van, de hogy nem történt meg az az óriási nagy boom, amit mondjuk úgy, én emlékszem, hogy éjszaka mondták, hogy elindították, és akkor itt figyeltük, hogy az nem tudom hány óra múlva csapódnak be. Tehát, hogy azért az ember így végig gondolta, hogy na ebből most mi lesz. De az biztos, hogy még egy front nekünk nem kellene, meg egyébként is legyen már béke, és... Az előző úr beszélt arról, hogy ő is inkább Orbán Viktorra szavazna, nem tudom, a másik az kicsoda, de szerintem, azt hiszem, ő mondta is, hogy mi hozzánkos, de én azon gondolkoztam, hogy szerintem arra az emberre kell szavazni, vagy annak a csapatának az ember, arra a csapatra, aki az első pillanattól azt mondja, hogy béke kell, az első másodperctől, ez pedig egyetlen egy olyan ember van, ez pedig Orbán Viktor miniszterelnök úr. Én emlékszem még annó 2 évvel ezelőtt, hogy az első pillanatban megmondta, hogy azonnal le kell ülni tárgyalni, és azonnal a béke felé kell haladni. És hogyha már itt egy picit behozzuk Magyar Pétert, hát ő az egyik nap ezt mondja, a másik nap azt mondja, annyira nem lehet tudni, hogy ő igazából mit gondol, szerintem mindig azt gondolja, hova megy, éppen úgy kell gondolkodni. Érted? Tehát, hogy azt mondom, ami ott éppen van, és akkor átnék a másik. Nem túl következetes valóban. Hát valahol nekem csak azon csodálkozom, hogy ennyi rajongója van. Tehát, hogy én azon lepődök meg, hogy az nem tűnik fel, hogy elmegy ebbe a rádióba, ezt mondja, akkor elmegy a másik helyre, akkor ott konzervatív, a harmadiknál liberális, aztán lesz ő még, szerintem még akármilyen is, csak hogy az embereknek ez nem tűnik fel, Balázs. Tehát, hogy lehetnek ennyire vakok a gyűlölettől? Mert én szerintem ez a rengeteg ember a gyűlölettől vezérelve van. Mondjuk nem tudom, hogy mit gyűlölnek, mert Orbán Viktor mindig valahogy úgy anyukám mondta, hogy már megint kiszúrt velünk Orbán Viktor, mert már megint csinált nekünk valami jót. Tehát, hogy azon gondolkodom, hogy ez nem tűnik fel az embereknek, hogy itt lehet nyugodtan sétálni az utcán, mint ahogy rengeteg színész idejön Amerikából, és csodálkozik, hogy a belvárosba esténként sétálni lehet. Tehát, hogy semmi nem jó az embereknek. Emlékszem, hogy amikor megpróbálta, emlékszel arra, hogy Karácsony Gergely is... Hát kampányolt ezzel, hogy most nem a szó szerinti választási kampányra gondolok, csak hogy dicsekedett, akkor inkább így fogalmazok, dicsekedett azzal, hogy Budapest a világ, nem tudom, egyik legbiztonságosabb városa. Ugye? És erről komoly Facebook posztjai voltak, és ellenzéki szavazó Karácsony Gergely szimpatizánsok rendszeresen felhozták ezt, hogy de hát mi a bajunk Karácsony Gergellyel, amikor most derült ki a nem tudom milyen mérésből, hogy Budapest az egyik legbiztonságosabb város a világon. Igen, de egyébként minek köszönhetjük azt, hogy Budapest az egyik legbiztonságosabb dolog? Hát egyrészt a, egyrészt a rendőröknek, ugye, tehát hogy köszönjük szépen a munkájukat, másrészt pedig a határkerítésnek, meg a migrációs politikánknak. Igen. Egyébként mondtad ezt a karácsonyos pólóban van, én meg azt hittem tényleg, hogy képzeld el, hogy tényleg ilyen karácsonyi fás pólóban. Nem. 20 év után karácsonyos, akkor rájöttem, hogy saját nevével, komolyan igen, mondom, igen. Ez ilyen... Nem ilyen futbolistáknak van a nevük kiírva hátulra? Nem egy kicsit olyan, mint az ilyen sportolóknak? Nem tudom, valahogy róla az ő alkatáról, meg karakteréről nem egy sportoló jut eszembe. De hát így megláttam tényleg, hogy ez ilyen tényleg karácsonyos pólóban valóban a saját nevével van, ez egészen elképesztő, Balázs. Tehát, hogy én nem is értem ezt az egészet, de hát ő érte is rajonganak, mert magas és sovány, meg milyen helyes, meg milyen aranyos. Én egyébként a legkedvesebb húzása nekem az, amikor ez a középen lett egy biciklisáv, és én meglepődtem. Nem tudom, emlékszel-e, hogy vannak ilyen utak, ahol mész, akkor hirtelen középen van egy biciklisáv. Szeretem, hogy ilyen kis aranyos meglepetéseket okoz, de nagyon
nagyon örülnék neki, hogyha Alexandra mondjuk megnyerni ezt a főpolgármesteri címet, és akkor hát, ha nem lesznek ilyen meglepetések, hanem valami teljesen más, mondjuk elkezdene megint épülni a város, és az milyen nagyon jó lenne, nem? Hogyha azt megtudtuk egyébként, hogy miért nem mehetnek rá az autók valóban a Láncídra? Arról tudunk már valamit, hogy annak mi az valódi oka? Hát, olyan jó lenne erről is beszélni, ugye, hogy igazából Széchenyi nem emlékszem, hogy csak a gyalogosoknak tervezte volna, vagy volt erről szó, senki nem mehet át, csak a gyalogos? Hát az biztos egyébként, hogy Széchenyi nem a ezekben a klasszikus értelembe vett autógépjárműveknek tervezte. Ez mondjuk nagyon valószínű. Ebben igaza van, igen. De azt nem gondolom, igen, hogy úgy tervezte, hogy ne lehessen rajta közlekedni. Nem a közlekedéstől elzárva tervezte. Ilyen tiltótáblák nem voltak. Nem hiszem. Lovaskocsival ráhajtani tilos, vagy nem tudom. Tehát... Igen, de meg azon gondolkoztam, hogy valóban, tehát hogy Karácsony Gergely tehát komolyan gondolja, hogy van azért rengeteg autós, és akkor ellene megy, és akkor csak a gyalogosok élez, és hogy nem tudom, hogy pár ezer ember megszavazhatja azt, hogy a Láncidra ne lehessen rámenni, és akkor ez így tényleg ez megtörténhet, hogy akkor nem lehet rámenni. Nekem ez is egy olyan érdekes, Balázs. Tehát, hogy pár ezer ember megszavazza, hogy nem akar a Láncidon autót, és akkor az úgy lesz. Hát tudod, ők a többség. Ráadásul ugye szavazhattak olyan korú emberek is, akiknek még nem is lehet jogosítványa. Az is annyira aranyos. Na mindegy, én csak ennyit akartam mondani. Annyit szeretnék mondani, hogy mindenki nagyon-nagyon készüljön erre június 9-ére, mert szerintem itt nagyon-nagyon fontos, hogy a Fideszre szavazzunk, és remélem, hogy a Magyar Péter rajongók azok elég gyorsan felébrednek, aztán körülnéznek, hogy ez az ember igazából egyik nap ezt mondja, másik nap azt mondja. Itt már nem kezdjük mondogatni, hogy milyen személyiség zavarai vannak, nem is ez a lényeg, hanem egyszerűen lássuk azt, ez nem is a mi dolgunk. Lássuk azt, hogy őszinte ember, nem őszinte, és nézzük meg, hogy ki az, aki mindig is ugyanazokhoz a főpontokhoz ragaszkodott. Az meg ilyen egy ember van, és egy csapat, az pedig az Orbán Viktor miniszterelnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, minden jót. Szia. Körösi Pált köszöntöm, jó napot kívánok. Körösi Pál kerestetik a vonal túlsó végén. Halló! Jó napot kívánok, Körösi úr! Tiszteletem, hát üdvözlöm a Szilviát, jó elmélkedett itt különböző dolgokon, jellemző rá egyébként ez a dolog, hogy mindig a mi érteket és a mélyben lévő okokat keresi. Hát nézd, a iráni csapás, hát Irán végül is egy középhatalom, ugye hát nem tudom, valami 80-100 millió lakos, komoly szénhidrogén vagyonnal, stb. És egy fanatizálható országgal, ugye szintén muszlim ország, úgyhogy ízzel nekik a véres rongy. Hát ezt itt pont most a tévében volt egy izraeli hölgy, aki beszélt, hogy hát azt mondja, megszoktuk ezt, hogy folyamatosan kapjuk a különböző rakétákat, meg a belövéseket. Az izraeli védelem nagyon jó, tehát most valami 99%-át lelőtték ennek a rengeteg drónnak, meg rakétának, és nagy részét még izraeli légtér előtt. De érdekes módon a jordán és a iraki légierő is beszállt, és az amerikai is, ugye, ebbe a dologba. Tehát ott azért ezek pedig nagyon arab országok, hogy úgy látszik, a Perzsia azért nem mindenkivel van jó viszonyban, ott sem. Hát nézze, az igazság az, hogy amit az izraeliek kaptak, ugye ez az októberi támadás, ez felfoghatatlanul brutális és gazemberség volt. Az, hogy ők azt a Hamasztonat el akarják tüntetni a közvetlen határok közeléből, ezt tökéletesen megértem. Bár a szakértők azt mondják, hogy a Hamas összes harcosát ki lehet végezni, vagy el lehet kapni, de hát olyan tömegű emberanyag van ugye a palesztin népnek a köreibe, hogy hamar fel tudják tölteni. Tehát ez egy szifi-fuszi harc,
és hosszú-hosszú harc, itt nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, és mikor lesz ennek vége, de én véleményem szerint Európa valószínű, én valószínűleg tartom, hogy elővel fog esni a muszlim és a néger és az arab hordák előtt, mint Izrael, mert Izrael mióta létezik, ugye most már tudom én 70-80 éve, mindig is szemben állt, és mindig az arab tengerbe kellett magát valahogy megvédeni, ők ehhez hozzá vannak szokva, de az európai országok. Hát ezt a naivitás, ezt a nem is tudom, hogy naivitás ez, vagy egy primitívség, amit az európai vezetők csinálnak, vagy csupán csak megvett emberek, és jó pénzért elárulják a kontinensüket, meg a nemzetüket, meg a saját családjukat is. Bár én szerintem egy gazdag európai hivatalnok, vagy a bizottsági elnök, stb., hát ő nyilvánvaló, hogy neki megvan lehetősége, hogyha itt nagyon rosszra fordul eljött, akkor szépen lelép, viszi a családját. No, de hát a milliók és a milliók nem tudnak lelépni. Hát itt van ez a svéd ügy, ugye ez a szerencsétlen lengyel származású, Svédországban élő szerencsétlen ember, aki ugye állítólag szólt a rendőröknek a drogbondák miatt, és hát emiatt kivégezték. Tehát hol van itt biztonság ezekben a nyugati országokban, kedves Balázs, hol? Van Magyarországon ilyen veszély? Magyarországon hallunk ilyet? Van egy-egy őrült, ugye, aki a családjával keménykedik, hát ilyen Magyar Péter stílusú emberek, akik ugye közvetlen őszakhoz, vagy késhez, vagy nem tudom miért is nyúlnak. A Magyar Péter főleg ugye hát a tetteivel és a szavaival gyilkolt, és üldözte kétségbeesésbe a családját, meg a feleségét. Mondjuk a gyilkolás azért az egy kicsit túlzás, de... Hát nem úgy értem a gyilkolást, hogy szó szerint, hát azért valaki, mint a Varga Judit, ugye 16 évig ilyen légkörbe él, általában az első gyerek születése után kezdődtek ezek a cirkuszok. Nem tudom, hogy miért, hát egy gyönyörű gyereket szül a feleségem, akkor én nem kezdem előtt őt kínozni, meg szekálni, hanem boldog vagyok, és hálás vagyok neki. Mindegy, én de egy ilyen narcisztikus ember, mint ez a magyar, hát ő ugye egész másképp gondolkodik. Na most én megmondom őszintén magának, hogy én nem vártam ilyen tömegeket ő idén összejövetelein. Tehát itt nagyon egyértelmű, hogy itt a háttérhatalom rátette az összes tétjét. Ugyanis rájöttek, hogy a Márki-Zajból soha nem lesz itt semmi. A Gyurcsány fölött ott van ugye az üvegplafon. Ő egy ilyen 15% körül el tud vegetálni, de hát a magyar népesség nagy része egyrészt a családi viszonyai, apró unoka, stb., meg hát a 2006-os események és az ő kormányzásának a több mint 4,5 éve alatti tapasztalatok alapján, aki már abban az időben felnőtt volt és élt, az tudja, hogy el az emberrel nem szabad rábízni egy országot, hát látjuk Budapesten mit művelnek. Hát látjuk, hogy a Karácsony ugye az ők is üzéje, Kejfel Jancsia, és mit művelnek? Tűnnek el a milliárdok, a százmilliárdok, mert a tallós 214 milliárdot hagyott ott. Én még egyetlen egy komoly ellenzést nem hallottam, amiben leírták volna, hogy ez a pénz... Így van, és akkor ugye ott van a Lánchíd, amiről nem posztolt, ott vannak a iparűzési adóbevételek, a parkolási bevételek, viszont Körösi úr, nem most fogjuk ezt megbeszélni, ugyanis lejár az időnk, szünetre kell mennünk. Köszönjük szépen, hogy telefonált. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Igen, és szünetre kell mennünk, de a tévénézőkkel sajnos már nem jövünk vissza, nekik véget ért már a palaver, köszönjük szépen nekik a figyelmet, és szép estét kívánunk. A rádió hallgatókkal a szünet után folytatjuk, aki teheti, tartson velünk. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel.